building castles in the clouds. One way or another, when I step in a room, everybody better bow. So be careful how you talk to me. 'Cause there's only one king. And there's only one. Május 2-án, szombaton, délután 6 óra magasságában hivatalosan is megdőlt a felhúzás világrekordja, amit 2020-ig Eddie Hall tartott 500 kg-mal, viszont ezt most Halvtor Björnsen megdöntötte 501 kg-mal. És 2021-ben következik a világ legnehezebb súlyú boxmérkőzése, amiről garantálom, hogy nagyobb hype lesz körülötte, mint bármelyik Mayweather és McGregor meccs körül. Hogy pontosan mi is ez a konfliktus Eddie Hall és Halvtor Björnsen között? Miért fognak ők boxolni? Két erős ember? Maradjatok velem ebben a videóban, és megtudjátok az egész sztorit, bemutatom, hogy kik is ők, milyen címekkel rendelkeznek, és hogy miért fognak boxolni. Sziasztok! Tehát a mai videóban nagyjából erről szeretnék beszélni, a felhúzás világrekordokról, e körüli nevezett konfliktusról, valamint konkrétan Eddie Hall és Halvtor Björnsen közötti konfliktusról, és hogy miért fognak ők 2021-ben egy elég komoly boxmeccs erejéig ringbe szállni egymás ellen. Ki is az az Eddie Hall, aki nem lenne vele tisztában? Ő egy angol származású úriember, 1988-ban született, ő főképp egész pályafutása során különböző erős ember, erőemelő versenyeken vett részt, és igazából a legfontosabb címei azon kívül, hogy felsorolni is percekig lehetne, az angliai meg az Egyesült Királyság beli címeit, mert ott nagyon sok első helyet bezsebelt, de 2017-ben ő nyerte meg a World Strongest Man, vagyis a világ legerősebb embere címet, valamint ezen kívül ő állította fel 500 kg-mal a 2016-ban a felhúzás világrekordot, tehát ő volt az első ember igazából, aki 500 kg-ot vagy annál többet felhúzott szabályosan, versenykörülmények között hivatalos világrekordként bejegyezve. Hogy egy kicsit belemenjek még Eddie Hall történetébe, úgymond ő lehet látni vele jó pár interjút, nagyjából arról, hogy hogyan készült erre a felhúzásra is, meg a világ legerősebb embere címet megnyerni. Hát mondhatni azt minden túlzás nélkül, hogy igazából ő feltette arra az életét, hogy meglegyen az a felhúzás, illetve hogy nyerjen egy World Strongest Man címet. Ő volt, amikor megnyerte a címet, úgymond a magasságához képest a világ legsúlyosabb embere, olyan szinten mondom, hogy nem elhízásra, hanem a csávó több mint 200 kg-ot nyomott, alacsonyabb növetelű ahhoz képest, amekkora a többi erőemelő ember. Hát tök mindegy, tehát a magasságához képest az biztos, hogy baromi nagy volt a csávó, de ugye az erős embereknek kell is az a tömeg, hogy megfelelő erőszintet el tudjanak érni. Valamint beszámol arról több interjúban is, valószínűleg egy-kettőt belinkelek a videó alá, vagy most is láthatok a képernyőn. I wanted to do something even more extraordinary. I wanted to be the first man to pull half a ton, the first man to pull 1,100 pounds off the floor. And it just became so obsessive, you know. Once I'd said it, that was it. I've committed, people have heard it. And I don't want to be the guy that said something and not backed it up. Because to me, that guy is a dickhead. You know, the guy that shoots his mouth and then never delivers. And I don't want to look like a dickhead. I want to be the guy that said something and delivers. I just start lifting and you know, I watch the footage back and it's actually quite scary to see because my eyes open, but I'm not looking at anything. My eyes open, not on purpose, and my eye color changes. And you can see it on camera, my eyes change color.
And I pull and pull and pull, and I don't remember doing the lift at all. All I remember is waking up at the top of the lift. Amikor ő megtette ezt a felhúzást, igazából látható nagyon brutális a videón is az, hogy egyszerűen így mondta is, hogy elfekedett előtte minden, abban a pillanatban, amikor elkezdte felhúzni a súlyt, akkor egyszerűen csak arra összpontosított, mondta is, mivel azelőtt már 460, meg talán 480 kilót is felhúzott, hogy igazából ott már nem az erőszint volt a kérdés, hanem egyrészt az, mivel ugye egy ember alapvetően nem használja az izmainak a 100%-át bármilyen erős sportot is végez, csak valami 50 vagy 60%-ot, tehát ugye nagyon nagy különbség az erős embereknél is a között van, hogy mennyit edzenek, hogy mennyi izomrostot tudnak egyszerre aktivizálni. És van egy olyan teória, miszerint az ember, amikor veszélyben érzi magát, vagy valami olyan dolog történik körülötte, ami cselekvésre készteti, akkor sokkal nagyobb százalékot be tud kapcsolni. Lehet hallani ilyent katonáktól, úgymond beszámolókba, amikor olyan helyzetben vannak, volt, hogy bajtársáról autót emelt le a csávó, vagy van egy ilyen sztori is, ahol egy nő egy baromi nagy sziklát mozdított félre, ami ráesett a kisfiára. És Eddie Hall is konkrétan pszichiáterhez, vagy pszichológushoz járt ez a világrekord előtt, és az volt neki, hogy amikor odaállt a súlyhoz, akkor egyszerűen beleképzelte magát egy olyan szituációba, ahol a fia bajba van, és ő egyszerűen el kell emelje azt a súlyt ahhoz, hogy megmentse a fiát. There was a scientist that actually sat me down one day and just explained to me that you're never going to be able to lift that off the floor because the human body is not capable of lifting that off the floor, but there is one way. And he said, and this is what really broke it down for me. You know, a day-to-day person who just takes the kids to school, does the shopping, goes to work, has access to about 50% of their muscle fibers. Somebody who trains 20 hours a week, maybe a little bit more, has access to at most 65 to 70% of their muscle fibers. But then you get a woman who's driving down the motorway in a big accident, kids under a car, and they can lift the car off of the kids. She has access to 100% of the muscle fibers. And why is that? It's the fight or flight scenario. And it's just a massive release of hormone, adrenaline. And it's a natural thing. It's been proven. It's a natural thing that people can do extraordinary feats of strength when they're put in a scenario. And it can't be faked. So that's the scenario I had to create in my head. Okay. And with a psychiatrist, with a hypnotherapist, we worked together. And we got it to a point where I was able to create a scenario in my head that when I walked up to the 500 kilo, I wasn't lifting 500 kilo off the floor. To put it in retrospect, I was lifting a car off of my kids. And that's the only way I was able to do that lift. I had to train my brain to put myself in this scenario. That wasn't the scenario I got in my head, by the way. I'm just giving you an example. Okay. The actual scenario is something that I cannot talk about because it's very dark, very deep, very disturbing. But it's something that triggered me. És látszik is a videón, hogy egyszerűen annyira durván könnyen, mert neki idézőjelesen könnyen, de láthatóan könnyűnek tűnik az, hogy felemeli a súlyt, a végén meg is tartja még másodpercekig, hogy ő is azt mondta a végén, hogy azt az egyet bánja, hogy nem rakott 520 kilót a rúdra, tehát bármikor visszamenne, megcsinálná még egyszer, annak ellenére, hogy utána ott ugye térdre borult, az órából brutálisan megindult a vér, nem tudták a pulzusát, hát azt hiszem több mint egy óráig se lemérni, tehát ő utána nagyon kritikus állapotba került, valószínűleg egy enyhe agyvérzése is volt, 2-3 napig még voltak fura tünetei, de szerencsére teljesen felépült rá egy-két hétre, és teljesen jól van az emberünk, úgymond, de akkor nagyon kritikus állapotokba került, és a videón is látszik, amit ő is elmond több interjúban közelről, ami érdekes jelenség, hogy a személynek a színe megváltozik többször is. Tehát ilyen kékes, zöldes, barnás, több árnyalatba is átmegy, és ez se nem Photoshop, se nem After Effects, hanem effektív, gondolom az erőkifejtéstől, meg ettől a vérnyomás emelkedéstől történik valami a szervezetben. Na de akkor térjünk át Halvtor Björnssonre, és utána visszatérünk a kettőjük közötti kis
csatározásra. Ugye Thort, ezután úgy fogom csak szólítani a videóban, hogy Thor, őt legtöbben a Trónok harca sorozatból ismerhetitek, tehát neki így úgymond sokkal nagyobb hírneve van az a sorozat által, mint akár Eddie Hallnak, akit nagyjából csak azok ismernek, akik ténylegesen járatosak ilyen erőember körökben. Tehát Harter ugye a Game of Thrones Trónok harca sorozatnak a hegyomlása, úgymond, viszont a sorozat mellett és azután igazából ő nagyon rágyújtott arra, kb. 2012-től aktívan tolja a Strongman versenyeket. Nála sem sorolok fel minden címet, Izlandon igazából 2010 óta, amit lehetett, megnyert, európai bajnokságokon is nagyjából első helyeket zsebelt be. 2017-ben, amikor Eddie Hall nyerte meg a világ legerősebb embere versenyt, akkor Thor második lett, majd 2018-ban megnyerte az első helyet, ezen kívül az elmúlt években az Arnold Classicokon rendezett erős ember versenyeket is ő nyerte, és nagyon nagy népszerűségnek örvendenek mindketten a YouTube-on is, van saját csatornájuk, rendszeresen készítenek videókat, és akkor itt az van, hogy ő 501 kg-ot felhúzott szombaton. Viszont főleg a koronavírusra való tekintettel is, tehát rendesen alapvetően meg volt tervezve, nem tudom, nyár elején, vagy mikor lett volna amúgy is verseny, és ott tervezte felhúzni. De ugye, mivel most a versenyek elmaradnak, kitolódnak, ő meg már benne volt ebbe a készülésbe, kimondottan a felhúzás világrekordra, ezért úgy lett meghirdetve, meg úgy írták ki, hogy május 2-án otthon Izlandon, Reykjavikban van nekik egy saját edzőtermük, ami kimondottan ilyen erős ember méretekre van tervezve, és akkor oda hívtak ilyen világrekord bírókat, ugye megvannak amúgy ennek a körülményei, több kameraszögből fel kell venni, jelen kell legyen bíró, stb. Tehát ilyen szinten minden legálisan le volt rendezve, de saját építésű, úgymond színpadon, porondon csinálta a felhúzást. A súlyok lemérésénél is ugye ott van az, hogy a faterja rakosgatta a súlyokat. Én meg másra kérdőjelezzük meg azt egyébként, hogy ténylegesen 501 kiló volt, amit megemelt, mert szerintem, tehát egyszerűen ennek nincs is értelme, hogy ezt ilyen szinten átverjék, de abban igaza van szerintem Eddie Hallnak, amit egy kicsit kifogásol, hogy ő akkor fogja ezt elismerni hivatalos világrekordként, hogyha majd egy hivatalos versenyen is megemeli ezt a súlyt. Well, what can I say? Well done to Hathor Johnson today for lifting 501 kilos in his home gym. Genuinely, that's got my respect. From me to you four, big well done. I know what it takes. I still stand by what I say, whereas I think this should be done in a proper competition. Get rid of all that negativity. Prove everybody wrong. I see this here. I had this commissioned by a friend. And he said, what do you want on it? It says at the bottom here, first a deadlift, 500 kilos. I was never naive enough to think anyone would never beat this record, albeit in my lifetime. And I want someone to beat my record. So step up to the mark. Let's do it in the same circumstances. Let's get it in a competition and prove everybody wrong, including myself. Mert azért másabb otthoni körülmények között, ugye azért sokszor lehet látni, akár ilyen súlyemelőknél is, hogy az otthoni edzőterembe állítanak olyan egyéni rekordokat, amit verseny körülmények között sajnos nem tudnak megcsinálni, hanem általában az alatt mondjuk egy ilyen pár százalékkal teljesítenek. Tehát másabb az otthoni körülmény mindenképp, mint egy versenykörülmény, holott a versenykörülményen is igazából plusz tud lenni az, hogy a közönség ad egy motivációt. De ez tök mindegy, tehát én egyébként teljesen megadjuk neki, 501 kilót megemelt, viszont ugye Eddie Hall már csipkelődött vele emiatt is. De a másik, igen, és a másik dolog, hogy egyébként, ha, ahogy látjátok, nagyon könnyen emeli meg úgymond ezt az 501 kilót, neki az is volt a célja, ő azért is azzal is csipkelődött Eddie iránt, hogy ő ezt úgy fogja megemelni ezt a súlyt, hogy utána lerakja, nem esik össze, tovább sétál, és végzi tovább a teendőit, és másnap is Instagramra posztolta, hogy ő már boxedzéstől, meg Call of Duty-t játszik, meg hasonló dolgok, és ezzel pont azt akartam megmutatni, úgymond, hogy Eddie Hall milyen kis
hát nem is mondom, hogy kislányos, hogy ott összeborult, meg félig a halál közeli állapotban volt, holott az is baromira emberfeletti teljesítmény, amit ő véghez vitt. You know, Core Sports just offered me a 7-figure contract. I've signed it already. I know that he got the same deal. I'm ready. Are you ready, Eddie? Well, I hope you enjoyed that intro as much as I did. Well, I'm not going to beat about the bush. I've got the pen here. I've got the contract. I'm going to sign it right now. És a kettőjük közötti konfliktus az pedig onnan gyökerezik, hogy 2017-ben, amikor Eddie Hall lett az első a világ legerősebb embere versenyen, akkor Thor mögötte egy ponttal maradt le. És ez az egy pont az igazából azon múlott, hogy van egy Viking Press nevezetű gyakorlat, ugye az lényegében egy vállból nyomás, egy kimondottan erre a célra készült rúddal, és ott adott ismétlés számot kell megcsináljon, vagy bocsánat, van egy adott idő, és mindenki annyi ismétlés csinál, amennyit tud, a súly az attól eltekintve, hogy kinek mekkora a testsúlya, ugyanakkora. És Thornál, Thor 14-et, Eddie Hall pedig 15-öt nyomott, de Eddie Hall később volt a versenyszámban, mint Thor, tehát neki igazából elég volt az, hogy 15-öt megcsináljon, hogy megnyerje azt a versenyszámot. Tornál viszont volt egy 15. nyomás, amit a bíró nem adott meg neki. És tényleg ott a verseny már nagyon kettőjük között ment, hogy kié lesz a világbajnoki cím, úgymond, és amúgy a bíró az izlandi. De az ismétlések között, ahogy látjátok, Eddie Hall sokkal jobban kiakasztotta úgymond a vállát, tehát sokkal helyesebben csinálta a gyakorlatot, fent meg kell tartani egy pillanatra, a váll úgymond ki kell akadjon, most ne szó szerint értsétek, de hogy teljesen kinyújtani a karját. Viszont Thornál már a korábbi ismétléseknél is, mivel gyorsan nyomta, tolta, menjen minél több, volt egy-két olyan, ahol inkább az volt, hogy kicsit előre dőlt, és a válla nem teljesen akadt ki, mert ugye olyankor azért elég sokat veszít az ember a lendületből. És a 14. ismétlés előtt, a 10. ismétlés körül kapott is figyelmeztetést a bírótól, hogy megadják tehát addig megadták az összes ismétlést, de figyeljen oda. És a 15. ismétlésben, amikor belemegy, ott a végén nem volt tiszta az, hogy helyes volt-e az a gyakorlatkivitelezés, a bíró nem adta meg neki. És emiatt eléggé fel is veszett, és nem értette, hogy miért nem adták meg, holott nagyjából teljesen jogos. Viszont hozzátartozik ez az is, hogy neki maximum úgyis az a 15. lett volna meg. És Eddie Hall utána következett, és nála 15 az meg volt úgymond simán, tehát a 15. is még olyan formával volt meg, hogyha kellett volna egy 16-at is ki tudott volna nyomni, meg talán egy 17-et is. Tehát szerintem azt a versenyszámot, meg nem csak szerintem, mások szerint is mindenképp nyerte volna. És itt a végén az interjúkban Thor igazából nem is ismerte el azt, hogy Eddie Hall megnyerte ezt a versenyt, ő többször kikiáltotta, hogy tőle úgymond elvették ezt a címet, el volt csalva, szándékosan nem adta meg a bíró azt az ismétlésszámot, holott egy izlandi, tehát egy saját nemzetiségéből származó főbíró volt, de hogy ő soha úgymond nem kért emiatt bocsánatot Eddie Halltól, és Eddie Hallnak amúgy nagy büszkeség ez a világrekordi cím, mert tényleg, hogy elmondja, és egész életében igazából erre készült, és onnantól már van egy konfliktus kettőjük között, hogy ez mennyire erős, mennyire beszélték meg, mennyire lett most így újra generálva, ezt mindenki döntse el saját maga. Szerintem ők ezt nagyjából így elsimították, vagy háttérbe szorították, de hogy most jött ez a felhúzás megint így előjött, hogy legyen minél nagyobb a hype, mivel az 501 kilós felhúzás után Thor elmondta, hogy kaptak már mindketten korábban egy szerződést, egy boxmérkőzésre, és hogy ő aláírta a papírt, és úgymond kihívja Eddie Hallt, tehát már igazából ketten voltak, hogy írja ő is alá, és küzdjenek meg a ringben, és úgymond boxolják le ott egymás között ezt a konfliktust. Ugye azért is volt már ez az ajánlat egy nagyon nagy, most nem fog eszembe jutni a neve az egyesületnek, aki
le fogja szervezni ezt az egészet, mivel már ott volt közöttük ez a konfliktus, és ezért akartak egy ilyen box mérkőzés, mivel baromi nagy hype tud lenni, tehát Thor most, amikor felemelte azt az 501 kg-ot, ő is több mint 200 kilót mérlegelt, úgyhogy baromi nagy súlyban vannak mindketten, nem is lesz oda elég egy normális ring szerintem, mert be fog alattuk szakadni baromi könnyen. Azt lehet tudni, hogy mindkettőjüknek több mint 1 millió dolláros szerződést toltak az orruk alá, tehát úgymond, ugye angolul is szokták mondani, hogy seven figure, tehát 7 számjegyű szerződést kaptak ezt dollárban, mindketten, nyilván. Okay. There's my signature, Fours is under the post-it, so that's done, it's locked in, I'll send that off, and then there's no backing out. So, Four, are you happy? Is your dream come true? You get to go up against the guy that bested you at World's Strongest Man 2017, the man you called a cheat. So, I hope you're happy, because I'm happy. I get to make a load of money, and I get to step in the ring with you and do business, which is absolutely fantastic. And I hope you're happy being the home gym hero right now. Everyone knows full well you haven't got the balls to step in a competition and replicate what I did. Nothing more be said on the matter there. I've got a little personal message for you. Mano a mano. World's Strongest Man 2017. I trained for that like no other man did, and I came and dominated that competition. And just like I did for that, I'm going to do exactly the same for the fight. I'm going to train for this like I've never trained for anything before. I'm going to swim out to those dark waters, and I want you to come with me. I'm going to keep swimming, and I can guarantee you, I don't give a fuck anymore. I'm not turning back, and you will, because you're a pussy. I'm going to keep swimming out to those dark waters for, and you can't bring your entourage with you. It's a dark, deep, cold, horrible place, and it all ends in the ring, and that's where I'm going to teach you a fucking lesson. Okay, Four? So, good luck, you're going to fucking need it, and I will see you in the ring. For everyone else, big love the beast. A boxmérkőzés pedig 2021-ben fog lenni, ha nem tévedek, akkor Las Vegasban, és valamikor a Mr. Olympia környékén, tehát baromi nagy lesz a hype ez a boxmérkőzés körül, már most igazából, mivel ott van ez a konfliktus, amit szerintem nyilvánvalóan gerjesztenek is még jobban, ugye ugyanúgy, mint mindig, amikor van egy McGregor-Mayweather mérkőzés, ők is ráraknak egy lapáttal, én egy kicsit úgy látom, hogy mindketten élvezik is ezt az egészet, és igazából szándékosan csipkelődnek a másikba, attól eltekintve, hogy valóban ott van szerintem a szálka Eddie Hallba, hogy Thor miért nem tudja elismerni azt a 17-es címet, és valamilyen szinten azt is jogosnak látom, hogy Eddie Hall azt mondja, hogy oké, világrekord, de csinálja meg versenykörülmények között is ezt a felhúzást, de az biztos, hogy meg tudná csinálni, vagy ha most verseny lett volna, meg tudta volna csinálni, mert egyszerűen annyira könnyen emelte el azt az 501 kg-ot. Viszont azt sajnálom, mivel Thor azt mondta, hogy ha meg lesz Twitchen, mivel az elmúlt időben Call of Duty streamel, meg lesz 200 000 feliratkozója, akkor 520 kg-ba is bele fog húzni. És most az 501 kilót úgy húzta fel, hogy akár már aznap szerintem egy 520-at megpróbálhatott volna, de gondolom nem akart úgymond belebukni, és nem akarta berizikózni ezt az egészet, inkább úgy látta, hogy úgy kerek egész ez a történet, és ott lezárta ezt a napot. Viszont egy boxmérkőzéshez nyilván le kell adjon ebből a súlyból, ahol most van, sokkal jobb kondiba kell kerüljön, ezért már be is jelentette, hogy a következő világbajnokságon nem fog indulni. Nyilván azért, mert boxmérkőzésre készül, nyilván azért, mert sokkal több pénzt kapnak azért a boxmérkőzésért, mint bármilyen erős ember versenyen kapnának az első helyekért, úgyhogy ők se hülyék, a pénzről szól többnyire az egész, meg a hírnévről, úgymond, és én ezért sajnálom ezt, mert hogyha most egy ilyen 2-3 hónapon belül neki állt volna egy 520 kilónak, akkor akár ősszel már, hogyha ismét vannak versenyek, akkor láthatunk volna egy újabb világrekordot, de így, hogy jövőre valamennyire befogy egy boxmérkőzésre, utána megint kell legalább egy év, mire olyan formába kerül, hogy tudjon felhúzni ekkora súlyokat, de szerintem látni fogunk még Thortól 520 kg-os felhúzást is, vagy lehet még annál is nagyobbat, valamikor a következő 5 év távlatában. Vannak még más erős emberek is, akik nagyon közel járnak az 500 kilóhoz,
és szerintem lehet, hogy a következő 2-3 évben valaki meg is fogja dönteni ezt az 501 kilót, akkor még inkább motivációt fog kapni Thor, hogy megcsinálja az 520 kilós felhúzást, tehát szerintem azt majd látni fogjuk. Az esélylatolgatások a boxmérkőzésen kettőjük között. Szerintem jelenlegi kondíciók alapján Eddie Hallnak több esélye van, és szerintem ő is fog nyerni. Mindketten baromi nagy emberek, mindkettőjüknek még jobb kondiba kell kerülniük, fogyniuk kell. Nyilván nem egy olyan intenzív boxmérkőzést fogunk látni, mint egy Mayweather meg McGregor vagy Pacquiao meccsen, közel sem. De Eddie Hall viszonylag már jobb kondiba van. Eddie Hall 2017-ben, amikor megnyerte a világbajnoki címet, bejelentette, hogy visszavonul. Azóta ő inkább úgymond egy ilyen szóvivője ennek a sportnak. Több tévéműsorban szerepel, illetve különböző rekordokat még döntöget, mint például idén év elején egy CrossFit világrekordot is megdöntött. Szóval aktívan sportol, de már nem akarja kitenni magát olyan szélsőséges terhelésnek, mint ami ténylegesen egy ilyen világbajnoksági cím megnyeréséhez szükséges, mivel ott tényleg 200 kiló felett az ember, amikor akkora darabok, olyan izmok, akkora súlyokat mozgatnak, hát ott a pulzus, vérnyomás, minden olyan állapotban van, ami nagyon halál közeli állapotokat generál, úgymond. Tehát ő ennek már nem akarja így kitenni magát, úgyhogy marad a boxnál, ő már egy ideje amúgy is boxolgat, tehát szerintem viszonylag előnyben van most, és kérdés, hogy Thor mennyire fogja ezt komolyan venni. Ugye, mivel ő aktív versenyző, ezért is már elég rizikós az, hogy most egy évet teljesen rááll a boxolásra. Egy év alatt amúgy főleg egy ilyen ember, aki genetikailag ennyire előre haladott, nagyon sok mindent el tud érni egy sportba, tehát az biztos, hogy brutál jól fognak boxolni, de neki szerintem nagy hátrány lesz az, hogy sokat fog veszteni az előszintjéből, sokat fog veszíteni a súlyából, tehát utána megint visszatérni az erősportokhoz, fog kelleni egy kis idő, mivel most van nagyon formában, ő most van a toppon, de szerintem vissza fog térni, fogunk még tőle látni akár Arnold Classic Strongman címeket is megnyerni, és előnyére fog válni a kondíciója is. Oké, úgy gondolom, hogy nagyjából a kettőjük közötti viszályról, meg erről az egész felhúzásos világrekordi címről és a boxmérkőzésről nagyjából elmondtam mindent. Kommentben szóljatok hozzá a videóhoz, ti hogy látjátok ezt, főleg, hogyha követitek ezt a szálat. Engem egyébként nagyon érdekel, meg én mindkettőjükkel szimpatizálok. Őszintén Eddie Hall-lal jobban, mint ember, viszont Thor így kinézetre, meg ilyen nagy darabra egy más fajta, más szintű példakép, úgymond. Tényleg ez a baromi nagy, magas, tömör, izlandi alkat. Szóval én azt mondanám, hogy Eddie Hallnak szurkolok a boxmérkőzésen. Mindenképp nagyon nagy lesz a hype ez a meccs körül. Ugye nagyon nagy pénzek forognak egy ilyen boxmérkőzés körül, szerintem lesznek majd fogadóirodák is, ahol ezekre lehet fogadni, és én mindenkinek azt mondom, hogy majd nézze ezt a meccset, meg kövesse az egészet, mert egyszerűen durva lesz két akkora embert látni a ringben normális boxszabályok keretei között egymásnak esni. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha még nem iratkoztatok volna fel, akkor azt tegyétek meg, aki nem ismerne, Vizi Előd vagyok, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem a következőkben is. Szép napot, sziasztok! Basically, I trained my mind to a point where I was able to picture myself on a motorway in a car accident with my kids trapped under a car, lifting a car off of my kids. And it wasn't until I locked out that deadlift, it was almost as if I just woke up. And I woke up at the top of the lift, give a little nod to everybody, and I don't remember doing the lift. I just remember waking up at the top and then waking up at the bottom. You know, a big puddle of blood. The aftermath of the 500 kilo was very severe. I was convulsing after the lift, you know. I got my suit off, I was fine, and then all the blood pressure rushed back to my head or whatever.
I was in and out of consciousness, sort of twitching away. And I remember, I don't know, I think it was Darren or one of the promoters just whispered in my ear after the lift, "Ed, just get up and make it look easy." So, you know, I'll get up and brush my shoulders off, do my little speech to camera, to the crowd, and I get backstage and boom, on my face, out cold, paramedics on me, blood pressure's unreadable, so over the 200s, my heart rate was unreadable, it was over the 200s. And I'll never forget, you know, when the paramedics are putting all the wires on you and doing the tests, doing the ECG to see if your heart's okay. And when you say, "Oh, it must be a malfunction, we'll have to do it again." You think, yeah, first time, okay. Second time, shit. Third time, shit, I'm really in trouble. It took me a good half an hour to sort of die down and calm down. And believe it or not, I actually lost the vision in the middle of my eyes. And I think it's something to do with the amount of pressure. You know, I had a big black hole in the middle of my eyes. It really hurt me, you know, physically, mentally, it drained me, it killed me. I'll never forget the next day, it was my son's birthday party, and there's loads of people there, and I can't remember the names, you know, I'm struggling to talk to my brothers, my mum, dad, my wife even, you know, I'm thinking, what's his name, what's her name, what did he just say? It blew my mind up, basically, you know, severe brain bleeds, very lucky to be alive. But, you know, I get asked the question. Would you do it again? Yeah, I'd put more weight on. Definitely. You'd put more weight on. How much more would you put on? I think I'd like to do 5'10". 5'10". 5'10". I lifted 500 very comfortably.